Sajnos az életünk az idei tavaszon nem a megszokott mederben folyik. A természet azonban nem állt meg, pezsdül az élet, a kalászos gabonáink is intenzív fejlődésbe kezdtek, és természetesen vele együtt a gyomnövények is. Mostanra már, hogyha kalászos területeket járjuk, igen erőteljes gyomfertőzöttséget, gyomborítottságot figyelhetünk meg, ami köszönhető elsősorban a korai kitavaszodásnak, illetve felmelegedésnek, valamint annak, hogy gyakorlatilag nem volt tél, így a gyomnövények az egész téli periódus során szinte zavartalanul csírázhattak, illetve fejlődhettek. Mostanra már igen erőteljes felonógiai stádiumban lévő gyomnövényeket találhatunk, mint például mezei acatot, csak hogy az évelő kétszikűeket is említsük, illetve a tipikus kalászos gyomnövényeinket, mint például a pipacs, a pásztortáska, vagy éppenséggel a szarkalábfélék, de természetesen egyéb más gyomfajok is előfordulhatnak és problémákat okozhatnak a területeinkkel is. Megjelentek azonban olyan fajok is egyes területeken, amelyek elsősorban a kapás kultúrákra jellemző melegigényes gyomfajok, gondolok itt például a vadkenderre vagy éppenséggel a fehér libatopra, de ezek elsősorban az alacsony tőszámmal vetett vagy kiritkult állományokban okozhatnak problémákat. Tehát elmondhatjuk, hogy itt az ideje a tavaszi gyomirtószeres kezeléseknek. A fagyos éjszakák elmúlta után nyugodtan indulhatunk a Syngenta Peak Turbo kalászos gyomirtószer csomagjával. A Peak Turbo, Peak illetve Bumwell kombinációjú kalászos gyomirtószer csomag, amely megoldást, hatékony megoldást jelent a kalászos valamennyi kétszikű gyomnövénye ellen, legyen az évelő vagy akár magról kelő kétszikű gyomnövény. Költséghatékony megoldás és a dózisa flexibilisen változtatható a terület gyom összetételéhez, gyomflórájához, illetve a gyomfertőzöttségének mértékéhez igazítva. Abban az esetben, hogyha a Peak Turbo gyomirtószer csomagot valamilyen oknál fogva a kalászos gyomirtására nem tudnánk felhasználni, úgy a teljes csomagot a későbbiekben a kukorica gyomirtására is alkalmazhatjuk. Vigyázzunk önmagunkra és embertársainkra, mint a mezőgazdasági munkák, mint pedig az élet más területein is.